Yeah. Sziasztok, kedves mézkedvelők! Ma egy kicsit arról beszélgetünk, hogy miért ne féljetek a méhektől. Mert hát tulajdonképpen semmi okotok nincs rá, ez csak egy tévhit, hogy a méhek bántani akarnak benneteket. Higgyétek el, hogy eszükbe se jut. Elsősorban a dolgozó méhek nem érnek rá téged kergetni. Nekik sokkal fontosabb dolguk van. Járják a virágot egyiket a másik után. Most már látjátok, szépen kezdenek virágozni bokrok, a fák. Egyre több lesz a virág, ők bizony nem fognak ráérni. A dolgozó amúgy is csak végszükség esetén szúr, akkor ha esetleg megfogod, vagy a röppályáján tartózkodsz, és véletlenül neked megy, de akkor sem akar ő megcsípni, tehát hogyha nem hadonászol, nem csapkodsz, neked ütközik, ő szépen menni fog tovább. Ha megszorítod, vagy egy hajlatba beszorult, persze természetesen oda fog szúrni, de egyáltalán nem azért, mert ő neki ez a hobbija. A lényeg az, hogy ne hadonász, maradjál nyugodt. Tehát igazából a méhek nagy többségét ezzel ki is zártuk, hiszen ezen kívül nem sok van még, aki téged meg akarna szúrni, főleg, hogy ezek egyáltalán, de viszont van néhány olyan dolgozó, akik a felderítőknek a szerepét játsszák, hogy az ő dolguk megkeresni a méhlegelőket, felkutatják, utána szépen hazarepülnek, eltáncolják a többieknek, hogy milyen messze van, mekkora mennyiség van, nagyon érdekes dolog, ez majd talán sikerül egyszer kamera végre kapni meg, hogy megmutassam nektek. És ezeknek a méheknek a feladata a területnek a biztosítása. Annak a területnek, amit ők bejárnak. A lényeg az, hogy soha ne essünk kétségbe egy-egy méhecske megláttán, maradjunk szépen csak nyugodtak. Ezek a felderítő méhek, hogyha úgy ítélik, hogy a területeken tartózkodsz, akkor nagyon hangos zúgással mennek feléd, és így jelzik, hogy te menjél el onnan. Ők se szúrnak szórakozásból, hiszen az az életükbe kerül, mert hogyha megszúrnak, akkor a fullánkjuk, ami horgos végű, az kiszakad. És tehát ez el is fog pusztulni. Úgyhogy egy szúrás annak a méhének az életébe kerül, hogy higgyétek el, egyik sem akar öngyilkos lenni, nem olyan hajlamúak. Egy méhe az egyszer tud szúrni, utána elpusztul. Ezzel ellentétben a darázs, akinek a fullánkja teljesen sima, egy darázs annyiszor szúr meg, ahányszor csak akar. Tehát igazából a darázsaktól kell tartani, mert hogyha egy darázs meg akar téged szúrni, az meg is fog. Hiába is szaladsz, vagy nem szaladsz, hogyha olyan szándékkal van, meg akarja szerezni az ételedet, mert ugye a darazsak azok sajnos olyanok, hogy szeretik a húst. Most te eszel egy párizsit, vagy bármit ott az ő környékükön, ami hús, biztos, hogy oda fog pofátlankodni, és ha hadonászol, gondolkodás nélkül meg fog szurkálni, többször is egymás után. Azért nem kell összekeverni ezeket a dolgokat. A lényeg, hogyha nagy többségben rajzáskor, ugye nagy tömegben kint vannak a méhek, arra még nagyon oda kell figyelni, hogy az útjukba semmiképpen ne álljunk, hogyha repülnek, ha valahol megpihentek, hogy egy fára ugye fölmennek, ott szépen összeállnak egy bolyba, nyugodtan csak békén kell őket hagyni, nem kell oda menni piszkálni, hadonászni, ők se fognak senkit bántani, hiszen pont azzal vannak elfoglalva, hogy új helyet keressenek maguknak, megpihenjenek, tehát igazából nem is fognak sokáig ott tartózkodni azon a fán, ahol letelepedtek, ott is a felderítők már elmentek, keresik az új helyet, ahol fészkelhetnek, vagy odut találnak maguknak. Ahogy megjönnek a felderítők, elmondják a hírt, hogy megvan a hely, szépen fel fognak kerekedni, békésen el fognak menni onnan.
Ha esetleg a mi környékünkön élsz, és rajt látsz, feltétlen szóljál nekem, biztos, hogy el fogok menni értük és beszedem. Köszönöm.